Halló? Halló? Itt vagytok? Halló? Sziasztok! Halló, halló! Na hát, 10 óra van. Kezdődik az e-sport óra. Ugye, kirakom ezt az órát, hogy látszódjon, hogy mikor kezdünk. Jó, már azon gondolkodtam, hogy ugye a Twitch az megőrzi 2 hétig, utána a YouTube-on meg ki tudja, hogy mikor volt az óra. Úgyhogy biztos, ami biztos, kiírom ide is, hogy látszódjon. Jó? Okés. Na. E-sport óra. Ugye két dologról lenne ma. Egyrészt beszélnénk a szerződésekről, hogy milyen szerződések vannak, így a e-sportolói szerződések, hogyan lehet szerződést kötni egy klubbal, vagy sportszervezettel, vagy egyébként egy akármilyen e-sport csapattal. Hát utána meg siege-eznénk, ugye látszik a címbe is. Hát reméljük, hogy ezt majd sikerül azért összeszervezni. Elvileg hatan vagyunk. De hát ezt majd meglátjuk. Majd ahogy jönnek a többiek, akkor látni fogjuk. Jó, írjuk ide is a jelenlétévet nyugodtan a chatbe, illetve majd csinálok az e-learning rendszeren is egy ilyen mi az jelenlétévet. Lehet, hogy még alszik valaki. Jó, meglátjuk mennyien vagyunk, jó? Más nem elmegyünk egy normál gémet vagy ilyesmi. Jó, szóval az e-learningen fogok majd csinálni egy ilyen jelenléti ívet, ott is majd elvileg be lehet kattintani, de hát majd meglátjuk, hogy hogyan működik. Szerintem az rendben lesz. Jó? De mondom, ide is nyugodtan jöhet a chatbe a jelenléti ív. Jó, okés. Hát, hogy látom, hárman biztos vagyunk Siege-re, de majd meglátjuk, meglátjuk. Jó, okés. Na. Akkor kezdjünk is bele, mert hogy akkor megnéznénk ezeket a szerződéseket, meg beszélnénk ezekről a szerződésekről, hogy hogyan is működnek. Na most nyilván itt nagyon sok dolog van, ami szabályozója lehet ennek a dolognak. Ugye nyilván, ami mondjuk egy sportegyesületnél érdekes, lehet, hogy itt a sporttörvény, de sok más egyéb is itt képbe jöhet. Ugye nyilván ilyen klasszikusabb, hagyományosabb e-sport csapatok, most ilyen mondjuk Wide vagy ilyesmilyen multigaming csapatok, azok nyilván más jellegű szerződéseket kötnek, azok ilyen sokkal célzottabb úgymond, sokkal inkább ilyen egyedi szerződést szoktak kötni, nem mintha láttam volna a Wild-nak a szerződését. Amit én láttam, azok profi sportolói, e-sportolói szerződések. És annó ugye a Deac-nál ilyeneket irattunk alá, meg hát gondolom most is ez így működik, így zajlik. Nyilván, amit én most meg fogunk mutatni, az egy amatőr sportolói szerződés. Ezen majd most át fogunk futni így az óra első felébe. Illetve én azt szerettem volna, ha meg tudunk nézni egy profi e-sportolói szerződés mintát. Jó, nagyon fontos, hogy ez egy minta, mert konkrét a profi e-sportolói vagy profi sportolói szerződések hát általában nem teljesen nyilvánosak, vagy hát nagyon hát nem azt mondom, hogy kényes, mert nyilván ilyen fizetés, meg ilyesmi az általában nyilvános, de azért ott lehetnek olyan részletek, amit nem biztos, hogy a felek nyilvánosságra akarnak hozni. És egy ilyen mintát akartam mutatni, viszont nekem ez Word formátumban van meg, és az Office hozzáféréssel most valamit variálnak, és nekem most megmondták az Office-hoz a hozzáférésem, ami ilyen, hát vicces dolog, és még azóta nem kaptam újat. Na de mindegy, nem érdekes. Majd egyszer csak jó lesz. Ha más nem, jövő héten, vagy valamikor megnézzük azt is.
jó? Vagy bedobom a linket, hogy hol éritek el, csak jó lenne beszélni is róla, mert úgy lenne az igazi. Jó? Úgyhogy sziasztok, jó napot, jó reggelt! Úgyhogy erről lenne ma szó az óra első felébe. Mondom, az óra második felébe meg akkor siege-eznénk, megnéznénk, hogy ez hogyan is néz ki, hogyan működik. Igazából most nem a játék oldalára helyeznénk a hangsúlyt, ugye, oké, hogy e-sport óra van, de azért azt látni kell, hogy itt nem a játékot oktatjuk, mert nyilván abban azért nem vagyunk olyan rutinosak, meg nem vagyunk, én legalábbis. Tehát én inkább csak ilyen lelkes amatőrnek mondanám magam, és akkor már az is egy kicsit több, mint a valóság. De megnéznénk azt, hogy hogyan lehet streamelni egy ilyen játékot, hogyan néz ki egy ilyen stream. Kicsit úgy, mint ahogy múlt héten loloztunk is egyet, most siege-eznénk, aztán jövő héten meglátjuk, lehet, hogy chase-ünk, ki tudja. Amit mindenképp szeretnék, az ezt a Code Warzone-t jó lenne kipróbálni. De még egyelőre én se mélyedtem el benne jobban, majd meglátjuk. Ez a két játék mindenképp jó lenne, hogyha a napirendre kerülne. Jó. Na, úgyhogy akkor az kéne, hogy amíg én elmesélem ezt a amatőr sportolói szerződést, addig jó lenne, hogyha valamiféle szervezés elindulna a meccs kapcsán, és akkor csak hogy gördülékeny legyen a dolog, nem mintha nem lenne időnk, de jó, de látom, azért a Discordon már valami mozgulódás elindult. Jó, Discordon jelentkezzen az. Igen, elvileg azon a néven vagyok, D-para. De mindjárt elindítom a Uplay-t. Megtalálom. Igen, már látom a requestet. Jó, oké is. Akkor ez szerintem sinem van, vagy sinem lesz. Jó. Na. Oké is. Jó. Nagyon sok barim lesz itt a Uplay-be. Jó, na akkor kezdjük a szerződéssel, hogy tényleg tanuljunk is valamit. Szóval ez az alapdeacos amatőr sportolói szerződés, és annak is az e-sportóra vonatkozó része. Remélhetőleg én nem vétek ezzel komoly szabályt. Deacos pólóba vagyok, az mindenképp fontos. Jó, úgyhogy. Úgyhogy csak hogy látszódjon, hogy nem trollkodni szeretnék, hanem tényleg beszéljük ezt át. Jó, ugye nyilván ez egy sima alapsportoló sportolói szerződés, viszont ugye rá van hangolva arra, hogy ugye az e-sport szakosztály játékosainak tudjuk ezeket a szerződéseket kínálni. Ugye ami nagyon fontos, hogy ugye itt nyilván látjuk az elején, ugye, hogy kiköt szerződés kivel, ezzel most annyira nem is akarnék időt tölteni, ugye nyilván a Deac köt a játékossal, hanem ami itt ugye nagyon fontos, hogy ugye itt rögtön az első mondat, hogy a sportszervezet keretein belül működő e-sport szakosztályban történő sporttevékenység folyamatos ellátására irányul maga a szerződés. Jó, tehát a szerződő felek erre vállalnak kötelezettséget. Hogy ez miért fontos? Ugye azért, mert legjobb tudomásom szerint mi voltunk az első sportegyesület, akik ilyen amatőr sportolói szerződést kínáltak e-sportolóknak. Tehát Magyarországon mi voltunk az első ilyen sportegyesület. Na most az, hogy ennek mi a jelentősége, hát lehet, hogy így hirtelen azért annyira nem tűnik ez fontosnak, de tényleg akkor ez nagyon-nagyon nagy előrelépés volt. Ugye azért akkoriban, meg hát azért most az e-sport sporton belüli elfogadottsága még nagyon-nagyon képlékeny volt, meg nagyon-nagyon ilyen, hogy mondjam,
Tehát a sportbeli szakemberek, sportvezetők nem igazán fogadták el az e-sportot így sportnak, legalábbis nagyon kevesen. Nagyon fontos, hogy azért volt olyan, aki igen, meg volt olyan, aki egyértelműen mondta, hogy ez mindenképp egy sportnak lehet tekinteni. Most arról ne beszéljünk, hogy ez most jó vagy nem, ez egy másik dolog, hogy arról már talán beszéltünk még a fél év elején, hogy sport-e az e-sport vagy nem. Most nem ez a lényeg, hanem ugye az elfogadottsága, hogy egészen pontosan milyen. Jó? Hát, amire én emlékszem, akkoriban voltunk egy ilyen konferencián, hát megalakulásunk után egy-két hónappal még Plazex kollégával, hogyha valaki esetleg emlékszik rá, voltunk Budapesten egy ilyen e-sport konferencián, és ott a Hát, ha jól tudom, ezt félig meddig a Nemzeti Versenysport Szövetség szervezte. Ők például nagyon-nagyon nyitottak voltak akkoriban is már arra, hogy ezt az e-sportot igenis a sportok közé kell integrálni. Hát, más szervezetek talán annyira nem, de őket mindenképp érdemes kiemelni. És tulajdonképpen ez volt az első ilyen lépés, vagy első ilyen mozdulat, hogy tényleg ezeket nagyon komoly szinten nagyon komoly szintre is lehetne emelni. De épp arra az egy másik volt. Az rá egy évre volt. Az, amire Mia is jött, az a European Sport Platform volt, az egy európai konferencia volt, tehát az nemzetközi volt. Amiről én beszélek, az egy éve azelőtt volt, tehát ez 2017 november, 2017 novemberében volt, ha jól emlékszem, november, és ezt a egyrészt a Nemzeti Versenysport Szövetség szervezte, másrészt pedig az eSport Milla. Szerintem akkor még a Magyar Esport Szövetség nem volt, talán. De erre most nem emlékszem. Tehát azt tudom, hogy az Esport Milla meg a Nemzeti Versenysport Szövetség szervezte közösen. A European Sport Platform az egy nagy európai konfi volt, ami Mia is volt. Jó. Na, szóval ez egy nagyon, nagyon nagy előrelépés volt ilyen értelemben a dologba. Hogy mi egy ilyen sporttörvénynek megfelelő amatőr sportolói szerződést adtunk e-sportolóknak. Ugye nyilván sportegyesületeknél arra biztos emlékeztek, hogy nem mi voltunk az elsők, akik ilyen e-sport szakosztályt indítottak, hanem az MTK. Mi olyan 2 héttel később indítottuk el, mint ők. Hát az, hogy miért, azt majd egyszer egy sör mellett elmesélem. Érdekes sztori. Jó, úgyhogy maradjunk annyiba, hogy mi voltunk a másodikak, és ha tudomásom szerint mi voltunk az elsők, akik ilyen amatőr sportolói szerződést kínáltak e-sportolóknak. Jó, na de fussunk végig, mert ez tényleg csak az első ilyen tényező volt. Nyilván ez tényleg egy nagyon fontos része a dolgnak, hogy e-sport szakosztályon belül e-sport tevékenység kifejtésére irányul ez a szerződés. Na, és akkor, hogy milyen pontjai vannak, ugye tényleg csak úgy nagy vonalakban, ugye nyilván egyrészt az, hogy a maga a megbízott, tehát ugye a játékos az a versenysport szakosztály tagjaként, az e-sport szakosztály vezetőségével egyeztetett szakemberek irányításával végzi a felkészülést és a versenyzést. Hát, kik voltak ezek a szakemberek? Ugye alapvetően a struktúra úgy határozta meg, hogy a szakosztályon belül voltak egységek, úgymond, és ezeknek az egységeknek volt egy vezetője. Ugye ez egy kitüntetett szakember volt olyan értelemben a játékának a szakértője, aki az adott játékot menedzselte ilyen középvezetőként. Volt LOL-os középvezető, Siege-es középvezető, minden játéknak volt egy középvezetője, nyilván, mert enélkül az adott játék nem volt játszható a szakosztályon belül. És ugye az ő vezetésükkel történt maga a felkészülés és a versenyzés. Na most nyilván itt persze sok tényezős alapvetően, mert jó lett volna, lettek volna edzőink is,
később lettek is, tehát olyan értelemben, hogy volt a középvezető, aki egyben az edző is volt kezdetben, de aztán később ugye elég sok játékosunk lett, és hát esélytelen lett volna, hogy a középvezető tudja menedzselni az összes játékosunkat, már annál is inkább, mert ugye a középvezetőink se főállásba csinálták ezt, mindenki úgymond így a szabad idejébe foglalkozott ezzel a szakosztállyal, tehát nem volt az elvárható, hogy hát nem is tudom, hogy a LOL szakosztályban mennyi volt a max, de szerintem ilyen, hát szerintem volt olyan időszak, hogy 80-90 játékos volt a LOL részlegen, hát az esélytelen, hogy a középvezető azt tudja, főleg, hogy akkoriban ugye hát Jármi Laci volt ugye a középvezetőnk, és ő meg egyetemi hallgató volt, tehát ugyanolyan egyetemista volt, mint most ti a GTK-n. Tehát belegondolhattuk, hogy ugye vannak az egyetemi kötelezettségek, hát amellett esélytelen, hogy 90 játékossal érdemben tudjál foglalkozni. Jó? És akkor elkezdtük megpróbálni ilyen edzőket szervezni, meg ilyesmi, de hát azért nem mindig sikerült ez úgy, ahogy szerettük volna. Amennyit a középvezetők tudtak, azt foglalkoztak velük. Oké is. Na mi a gond? Ja, jó van, látom, nincs gond. Oké is. Jó. Rendben van. Tehát nyilván itt voltak szakembereink, ugye, akik a játékhoz tényleg nagyon, nagyon értettek. Adott játéknak nyilván szakemberei voltak. Jó, de menjünk is tovább, mert tényleg ne nagyon húzzuk az időt. Ugye egyrészt ugye a következő az volt, hogy nyilván itt ugye kidolgozott edzésterv, meg mikro- és makrociklus. Hát nyilván itt ez annyiban azért egy rövid megjegyzést mindenképp megérdemel, hogy ugye nyilván az, hogy edző, meg az, hogy edzés, az mindig egy ilyen érdekes dolog. Ugye most sport szempontból az, hogy van egy edző, van egy edzés, van a ugye magának a sportnak egy edzés elmélete, az egy kiforrott dolog. Ugye, tehát az, hogy egy valaki foci edző, az nem csak azért van, mert hogy ő jól tud focizni, hanem nyilván ott nagyon komoly vizsgák vannak, meg tananyag, meg stb. Ebben nem mennék bele annyira, mert azért nem értek hozzá, de az adott sportágnak, most az nem is a foci biztos a de teljesen más, hogy kézilag más. Tehát teljesen mindegy, hogy miről beszélünk más sportokról, hogy kézilabda vagy bármi más, van egy edzés elmélet. Hogyan kell egy kézilabda edzést levezényelni? Akár mikro, akár makrociklusokba. És nyilván ez az adott sportokban egy olyan értelemben kiforrott dolog, hogy egy kutatott dolog, egy nagyon komoly tudományos vonal van mögöttük, a minden egyes adott sportágnak tényleg nagyon komoly szakirodalma van, és nyilván azokat érdemes tartani, nyilván ettől függetlenül minden edző hozzáteszi a maga módszertanát, és hogyha van, meg tényleg a maga szája íze szerint végzi a dolgokat, de azért vannak alapvető szabályok, amit követni kell. Na most nyilván ebbe a szerződésbe ez ezért van benne, mert ugye ugyanezt a szerződést írják alá az amatőr focisták, az amatőr kosarasok, az amatőr sok más egyéb sportákban az amatőrök is. Jó, na most e-sportban ez még nincsen. Jó, ez nagyon fontos. Legalábbis akkor, amikor én ott voltam, még nem volt. Nem tudom, hogy azóta van-e ilyen, hogy egy LOL edzésnek az edzés menete, az edzés terve, hogy elmögött van-e egy tudományos konszenzus, egy tudományos, nem is konszenzus, egy tudományos kutatás. Ebben nem vagyok biztos. Jó, én nem tudok arról, hogy ilyen létezne. És nyilván, hogyha a sporttudomány szempontjából azt mondjuk, hogy e-sport edzés, akkor az bizony ki kell mondani, hogy a sporttudomány szempontjából most még jelenleg egy nem létező dolog. Nyilván lépéseket kell tenni az e-sportnak afelé, hogy ez létezzen, nyilván mert ez fontos, és tesz is lépéseket, én ebbe biztos vagyok, de nyilván az e-sport edzés elméletét azt ki kell dolgozni,
meg kell vizsgálni, hogy hogyan érdemes csinálni, mit érdemes csinálni. Jó? De mondom, ez csak egy ilyen kis zárójeles kitérő, hogy nyilván, amikor itt látunk ilyet, hogy mikro- és makrociklusok, edzésterv, akkor ne arra gondoljunk, hogy most Józsika azt mondja, hogy figyeljetek, srácok, akkor pikkeljétek el ezt a 5 hőst, és akkor nyomjatok vele 10 meccset. Jó? Hanem ennél az egyik sokkal komplexebb dologra kell gondolni, és szerintem ez a komplex valami még e-sportban nem létezik. Jó? Oké is. Jó, na. Szevasz, Caprioli. Jössz játszani? Befejezzük ezt a szerződést, és akkor nyomjuk. Vagy D-para szervezi? Vagy nem tudsz jönni játszani, mert dolgozol. Ja jó, oké. Melóba nem tudsz. Jó, rendben van. Na, akkor folytassuk, mert tényleg az idő az telik. Jó, ugye itt van megint az edzésterv. Nyilván ezekre azért az edzőink terveztek dolgokat, tehát voltak kidolgozott doksiaink. Én nekem mindig eszembe jut Jármi Lacinak a táblázatai, hogy nekem 2 nagy monitorom van, de nem fért rá a táblázat a monitoraimra, hogy hogyan kell játszani, mi a pikban, mi a... tehát, hogy mivel gyakoroljanak solo queue-ba, mivel menjenek mondjad már flexbe, de láttam ilyet Capriolinál is annó még, csak hogy őt is kiemeljem. Tehát voltak tervek. De ezt az edzéstervet ne úgy vegyétek, mint a sporttudomány által átámasztott edzésterv. Jó? Oké is. Na, tehát nyilván voltak ilyen dolgaink. Hát, nyilván ezt kikényszeríteni egy amatőr szerződés keretei között azért nem egyszerű. D-para nem látott ilyet. Én nekem valami rémlik. Nekem valami rémlik. Jó. Oké is. Jó. Igen. Low clash mérkőzések való felkészülésnél is így van. Hát akkor még clash az nem volt, amikor én ott voltam, a lolon belül nem volt ez a clash, illetve volt, csak nem működött. Mert beindult, összeomlott, tehát akkor kezdték el, de akkor még nem volt jó. Molnár, igen, létezik, én is mondom, hogy nálunk is volt, csak ezt ne úgy értelmezzétek, hogy mint mondjuk egy kézilabdában. Jó, ez ennek a lényege, hogy ez nem olyan az edzésterv, mint egy kézilabdában. Jó, tehát ott azért egy sokkal jobban kutatott valamiről van szó, sokkal komolyabban alátámasztott dolgokkal. Meg mondjuk 100 éves múlttal, csak hogy mondjak valamit, mondjuk a focinál. Jó, tehát itt ilyenekre gondoljatok. Jó. Oké is. Na, tehát ugye ezek vannak itt, így az edzések kapcsán. Nyilván tiltott teljesítményfokozó szereket, készítményeket, módszereket tilos használni. Ugye köteles alávetni magát dopingtalan betartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatnak, dopingvizsgálatnak alapvetően. Szerintem nem volt játékosunk dopingvizsgálaton egyébként, de valóban ez kötelező. Akkor nyilván fair play elvei szerint köteles felkészülni és versenyezni. Ennek kapcsán majd lesz egy következő pont, későbbiekben majd ezt megnézzük. Ugye, amilyen tiltott teljesítményfokozó módszerek, ugye, például itt azért nyilván itt mondjuk a csalásra is gondolhatunk, de szerintem az majd lehet, hogy a későbbiekben lesz. Tehát nyilván a játékon belüli cheateket nagyjából itt tudjuk kezelni olyan értelemben, hogy nyilván tiltjuk. Jó? És nyilván itt a dopingtilalmat azért olyan értelemben is kell venni, hogy nem csak úgy dopingtilalom, hogy tiltott teljesítményfokozó szer,
tehát hogy küldi a pisi mintát, vagy ilyesmi, hanem az, hogy nyilván az ilyen anti-cheat rendszerek használata, meg ilyesmit itt tudjuk ilyen értelemben kikényszeríteni. Jó? De ez kicsit komolyabban le lesz írva a fair play kapcsán a etikai kódexbe. Jó? Etikai kódexen most nem fogunk végigmenni, mert az tényleg, tényleg sok. Igen, az aderel használatért, igen, az ott figyelni kell. Hát meg sok más egyéb. Jó. Viszont menjünk tovább. Ugye nyilván a fair play elvei szerint kell felkészülni. Itt majd erre kicsit később kitérünk a etikai kódex kapcsán. Oké, sportolvosági alkalmasságén szűrővizsgálatokon részt kell venni. De most ezt is azért olyan értelemben vettük, ez egy ilyen kettős dolog, mert itt a következő pontnál, ugye a megbízó kötelességeinél van egy ilyen rész, hogy gondoskodik az indokolt orvosi vizsgálatok szervezéséről. Jó? Tehát ugye itt az lenne a lényeg, hogy ugye egyrészt egészségesnek kell lenni. Ez nagyon fontos. Jó? Tehát sportolvossági, alkalmassági. Nyilván itt azért e-sportok kapcsán nem feltétlenül az a gond, hogy a nagy fizikai megterhelés miatt valamilyen ilyen érrendszeri megbetegedés vagy ilyesmi történik. Nem erről van szó. Itt nyilván alapvetően arról volt szó, és az volt a lényeg, hogy egy általános értelembe vett jó egészségi állapotban legyenek a játékosok. Ugye erre szűrővizsgálatokon részt lehetett venni, de ugye itt ez egy másik kettős oldal, hogy az ilyen sportorvosi szűrővizsgálatokat meg a DEAC-on keresztül lehetett volna lebonyolítani. Most azért mondom, hogy lehetett volna, mert sose volt ilyen. Ugye, hogyha kellett volna ilyen, tehát sportorvossági alkalmassági, akkor azt a DEAC-on keresztül tudtunk volna szervezni ilyet. Tehát, hogyha az lett volna, hogy tudom én, 10 játékos kéri, hogy na, ők szeretnének ilyen sportolvosi vizsgálatra elmenni, szerettek volna ilyen sportolvossági alkalmasági igazolást kérni valami miatt, akkor nyugodtan tudtunk volna ilyet szervezni a DEAC-on keresztül. Nem is tudom, van valami ára is, talán valami 2000 forint volt, de most ebbe már nem akarnék állásfoglalni, mert nem pontosan emlékszem, de tudtunk volna ilyet szervezni, hogy jó, akkor ha ti szeretnétek, akkor mehetünk. Jó, nem voltatok még. Jó. Hát ilyen sportorvosi alkalmasságit egyébként nem árt csinálni, ez egy kicsit mélyebb, mint a ilyen sima házi orvosi, aki elküld laborba, vagy ilyesmi. Ott van ilyen terhelési teszt is, meg ilyesmi. Amúgy nem árt időnként elmenni, én is elég régen voltam, szóval majd érdemes elmenni. Hát mostanában nem annyira, mert ne terheljük ilyenne a dolgokat, de később mindenképp érdemes. Jó. Oké is. Na, tehát a sportorvosit valami ilyesmire gondoljatok, amikor itt ez erről van szó. Jó. Oké, és hát ez itt nem olyan érdekes. Nyilván a hatályos sporttörvény szerint kell a tevékenységünket folytatni. Ugye itt az, hogy a hatályos sporttörvény, hatályos magyar nemzetközi jogszabályok, a Magyar Sportági Szakszövetség és a Nemzetközi Szövetség által előírt dolgokat maradéktalanul be kell tartani. Na most csak röviden, és akkor mindjárt válaszolok, hogy ugye itt nyilván ez egy klasszikus sportnál, vagy hát egy régebbi sportnál, kézilabdánál nyilván egyértelmű sporttörvény, jogszabályok, sportági szakszövetség, nemzetközi szövetség, ezek ott-ott mind egyértelmű. Ugye e-sportnál főleg akkor ez még azért nem igazán létezett. Ugye a hatályos sporttörvény nem foglalkozott az e-sporttal, emlékeim szerint akkor még említés se tett róla, de kövezzetek meg, hogyha nem így van. Ugye egyéb magyar és nemzetközi jogszabályok nem feltétlenül érdekes itt most. Ugye Magyar Sportági Szakszövetség még biztosan nem volt. Ugye szervezés volt, de akkor még nem volt, hát most már van.
Hát én kettőről tudok. Mondjuk, ha sportági szakszövetség, az meg csak egy van. De mindegy, bonyolult a helyzet. Maradjunk annyiba, hogy szakszövetség most már van. Akkor még nem volt. Nemzetközi szövetség az nem régóta van. Ugye ez nagyon fontos. Nem tudom, azt a hírt elkaptátok-e, hogy ugye megalakult az Európai Esport Szövetség is, és a Magyar Esport Szövetség is tagja ennek. Hát, megalakult, oké. Csak egy tényként kezeljük, akkor még nem volt európai. A felkészülés és versenyzésre vonatkozó valamennyi előírás maradéktalanul betartja, viszont ez itt nyilván egyértelmű. Jó? Okés. Jó. Tehát nyilván ezt azért benne hagytuk, hogy a jövőre tekintettel azért ez majd már biztos érdekes lesz, sőt most már azért érdekes is. Mondjuk az, hogy egy sportági szakszövetségnek, meg egy nemzetközi szövetségnek az előírásai mennyiben kötelező erejűek egy olyan sport egyesületre, amelyik ezeknek nem tagja, az egy jó kérdés. Ezt most így nem tudom nektek megmondani. Jó? Oké, és jó. Na, érkezett kérdés. Van-e valami a teremről? Nem tudok semmit a teremről, Caprioli, semmit nem tudok. Hát utolsó infom valamikor, hát október talán. De azóta én nem tudok semmit, ami mondjuk nem meglepő, mert miért tudnék. Jó, nyilván ha kérdeznek, szívesen állok rendelkezésre, de nem kérdeztek. Jó. Bátfai tanár úr halk. Mert itt van? Én nem látom itt. Ja, lehet azért olyan halk, mert nincs itt. Jó, okés. Lelki szemeid előtt látod a háttérbe beszélni. Jó. Okés. Na, rendben van. Jó, nézzük tovább. Jó, rendezvényeken lehetőség szerint részt vesz, média nyilatkozatokkal nem, tehát méltó módon képviseli a klubot, stb. Tehát nem mondunk hülyeséget, meg nem sározzuk fölöslegesen a klubot, ugye. Oké, és jó, a játékosnak csak az lehet az edzője, akit DAC engedélyt ad, hát nyilván ez azért úgy nagyjából egyértelmű. Jó, itt a szponzorálási dolog. Ugye ezt nagyon rugalmasan kezeltük alapvetően. Majd megnézzük, remélhetőleg jövő héten a profi e-sportói szerződést, ott azért ez kicsit keményebben van szabályozva. Ugye itt úgy van, hogy nyilván a DEASZ-nak vannak szponzorai, magának a klubnak tulajdonképpen, magának az egyesületnek. És nyilván azért alapvető, hogyha belegondoltok, most teljesen más, mindegy, hogy profi vagy amatőr, azért nyilván az ne nagyon forduljon elő, hogy mondjuk mondok egy példát, ez itt nem a reklám helye, csak tényleg egy példát mondok, hogy mondjuk a DEACot támogatja az Adidas, van egy nagyon sikeres játékosunk nemzetközi téren, ő meg szerződést köt a Nike-val. Hát ez nem szerencsés, maradjunk annyiba. És akkor ugye ide mondta azt ez a 1.12-es pont, hogy köthet egyéni szponzorálási szerződést a megbízott, viszont csak a DEAC előzetes írásbeli hozzájárulása esetén. Jó? Hát nyilván ez azért alapvetően egyértelmű. És nyilván olyanokkal, akiket lehetővé teszi a hatályos jogszabályi rendelkezések, meg ilyesmi. Jó? Na most nyilván ez az esetünkben nem nagyon okozott problémát. Ugye hivatalos szponzorációs megállapodásunk volt, hogyha emlékeztek, a Barcraft-tal volt egy ilyen szponzorációs megállapodásunk. Most ennek a részleteiben nem mennék bele, mert nem is olyan érdekes most. Hát nyilván nekik nem volt ütközés magyarországi klubbal, mert vagy hát a DEAC-szal igazából nem volt probléma, hogy valami másik cég is szponzorálta volna a DEAC-ot, és akkor ez problémát okozott volna, tehát szerintem ez így nem volt, tehát nem okozott problémát. De mondom, alapvetően ezt úgy kell tekinteni ezt a dolgot, hogy ez
a sportegyesületbe részvétel, ez a szponzorálási lehetőséget segíti elő. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy miért érdemes egy ilyen sportegyesülethez csatlakozni, a Deachoz is például, miért érdemes csatlakozni a játékosnak, mert ebben segíthet a Deac. Ugye azt tudni kell, hogy azért egy nagyobb cég, vagy akármilyen cég, azért egy ilyen véletlenszerűen összeállt ötössel nem szívesen köt szerződést. Egyrészt azért sem, mert nagyon nehéz, mert nincs mögöttük egy jogi személyiség, kivéve ha létrehoznak egy céget vagy egy egyesületet, vagy meg pedig azért nehéz, mert ezek a csapatok nagyon struktúráltanak abban az értelemben, hogy jönnek-mennek. Majd fogunk nézni egy olyat, hogy ugye ennek van egy időtartam ennek a szerződésnek, ez egy egyéves szerződés, és ugye ez garantálja azt tulajdonképpen, hogy a játékos egy évig nálunk játszik. Nyilván föl lehet bontani ezt a szerződést, majd kitérünk azokra a pontokra is, hogy hogyan, de ugye egy évig nálunk játszik. Ez már ad valamilyen struktúrát, valamilyen kiszámíthatóságot a dolognak. Ugye? Tehát, hogyha mondjuk jött volna hozzánk egy nagyon jó csapat, aki megnyeri az MNEB-t, bekerül a LCS-be, tételezzük fel, akkor nyilván, ha egy cég érdeklődött volna, megmutattuk volna neki ezeket a szerződéseket, hogy igen, ezek a játékosok egy évig nálunk vannak, adott dátumig, akkor már ő is azt mondta volna, hogy jó, hát akkor egy évig nálunk vannak, akkor egy évig szponzorálom a Deacot. Na most ez az, amit egy ilyen struktúrálatlan rendszerben nem nagyon lehet kivitelezni, és ugye a cégeknek ez is egy nagyon nagy problémájuk, hogy nagyon kevés ilyen struktúrált csapat van, egyre több egyébként, azt teszem hozzá, de nagyon kevés. És ugye ez már egy ilyen vonzó dolog volt ebbe az értelemben, hogy egy ilyet tudunk csinálni, hogy egy hátteret tudunk adni a játékosoknak. Nyilván az, hogy mi a szponzornak a tárgya, a szponzorálásnak a tárgya, az más kérdés. Majd egy ilyen szponzorációs szerződés mintát is szerintem meg fogunk nézni. De ezt majd megbeszéljük még, mert ott azt nem tudom, hogy mennyire nyilvános, nem nyilvános. Jó? Na mindegy, a lényeg ebben, amit akartam mondani, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon fontos része ennek a dolognak, hogy egy ilyet tudtunk annó biztosítani, és tényleg az, hogy kiszámíthatóbbá vált egy csapatnak a működése. Jó. Na, etikai kódex, ez a következő, nyilván azt is be kell tartani. Az etikai kódex nagyon sok mindent megfogalmaz. Jó? Hogyan viselkedek a játékos társaimmal, hogyan viselkedek az ellenféllel, hogyan viselkedek az edzővel. Jó? Hát, aki e-sport játékkal játszik, ugye sokan lol, ugye, tehát most az órán mindenki lolozik. Azért a LOL chatnél kevesebb toxik dolog van a világon, főleg, hogyha egy ranked solo queue-ba vagyunk. Gondolom ezt meg is tudjátok erősíteni. Hát R6 voice, Chego voice, hát igen. Jó. Na most nyilván ott a casual gaming az egy dolog. Ugye itt ez e-sport. Jó, tehát itt lépegetnénk a profi világ fele, még ha ez egy amatőr sportolói szerződés, akkor is. Ugye nyilván itt azért lett volna egy olyan idő, csak így ezt beszúrom, hogy majd előbb-utóbb profi szerződéseket is kínálunk. Hát ez most akkor még nem jött el. A lényeg, hogy az etikai kódexekben ez elég erősen, elég komolyan szabályozva van, hogy nem flémelek, nem trollkodok, nem intelek, stb. Nem így szó szerint kiírva, nyilván, bár lehetett volna módosítani, hogy meg nem wintrédelek, nagyon fontos. Mondjuk azért meglepődnék egy versenyen valaki wintrédelne, de azért maradjunk annyiba, hogy solo queue-ba is viselkedni kell. Ugye most mi számít, minek feleltethető meg a solo queue? Mondjuk elmész egyedül egy erőnléti edzésre, mondjuk egy kézilabdázó elmegy egy erőnléti edzésre. Lehet nem a legjobb példa. Jó? Ugye nyilván a csapatos edzés megfelel mondjuk a LOL-ba a flexnek, talán.
talán. Nem biztos, hogy szerencsés. Mert itt is, ott is viselkedni kell, tehát nem az van, hogy elmegy a kézilabdázó az Unifitbe edzeni, és akkor ott elkezd nagyképűsködni, hogy hát ő ezt a gépet használná, menjetek innen, meg ilyesmi. Jó, tehát viselkedni kell ott is. Ugyanígy viselkedni kell az e-sportolónak is, tehát hogyha elmegy egy, tényleg egy solo queue-ba vagy akárhova játszani, ott bizony viselkednie kell a játékon belül is. Jó, és nyilván, hogyha, tehát volt is ebből probléma, hogy, tehát küldtek screenshotot, hogy a játékos flémelt, rászóltunk, hogy ne tegye, hát azt vagy folytatta, vagy nem, az már más kérdés, de nyilván azért az etikai kódex ezekről rendelkezik. Jó, hát meg tényleg az, hogy az edző utasításait hogy tartjuk be, ez se volt azért egyértelmű, mert nem egyszerű ez. Ugye, hogyha most belegondoltok, ugye az e-sportolók nagy része ugye önmagában szocializálódott a játékba. És nyilván ott fölvett valamilyen stílust, egyrészt a játék folyamán is, meg utána később is a ha esetleg streamet nézett, mondjuk nézett egy Tyler Vant, vagy valakit, aki sokat lolozik, és nyilván ott is fölvesz viselkedési formákat a játékos, főleg gyerekkorában. És nyilván ezek a viselkedés formák nem feltétlenül passzolnak a profi mentalitáshoz, a profi léthez úgymond. És nyilván ezeket azért egyik napra a másikra nehéz levetkőzni. Tehát az, amikor itt a cségó szóba került a chatbe, látom, hogy nem az az első, hogy tehát mit tudom én, lelövik, és akkor nem az van, hogy jön az info, hogy mit tudom, megy a hosszú, vagy megy a konnektor, hanem oroszul elküld valakit valahova. Jó? És nyilván ezeket nehéz levetkőzni a versenyeken is. Tehát a versenyekre, úgymond. És ez idő kell, ugye, ha belegondoltok, ugye, és ugyanez az edzők utasításának betartása is. Ugye azért a klasszikus sportban mondjuk egy kézilabdázó, egy teniszező, vagy egy focista, teljesen mindegy, ugye kisgyerekkorában oda megkerül edzésre, tényleg 6-7-8 évesen, tényleg nagyon, nagyon kisgyerekkorban, és ott már belenevelik azt, hogy az edző utasításait kell végrehajtani. Tehát ilyen értelemben az ott egy, ott más a neveltetése, úgymond a játékosnak. Pontosabban fogalmazva ott van neveltetése a játékosnak. Ugye jelenleg itt még nem nagyon van. Hát persze foglalkoznak már iskolák ilyen e-sporttal, tényleg gyerekeknél is. Pesten is van egy a... Fú, hogyha visszanézi a streamet, a kollega nagyon szídni fog, hogy nem jut eszembe a neve. Nem a Honvéd. Honvéd Neumann. Trefford, azt nem tudom mi. A Sas Budapest, most eszembe jutott. Ez a sportolók alternatív iskolája, vagy valami ilyesmi a neve. És ott tényleg már kisgyerekekkel foglalkoznak. Legalábbis amikor legutóbb néztem, még volt ilyen. Ott a kisgyerekek nyomták a Fortnite-ot, meg ilyesmi. Nyilván, hogyha abba kisgyermekkorba elkezdik ezt beléjük nevelni, hogy az edző utasítását végre kell hajtani, akkor ez rendben lesz. Hát nálunk ilyen játékos emlékeim szerint nem volt, aki már ilyen neveltetésből érkezett volna. És nyilván emiatt azért nagyon, nagyon vegyes volt a dolog. Például Shroud? Mert Shroud ilyen? Tehát ő már kisgyerekkorában is e-sportolt. Tehát úgy nevelkedett, aha. Jó. Értem. Hát igen, azért az ő mentalitásán azért látszik is. Oké, és értem. Oda járt hozzájuk nézelődni, aha. Jó, rendben van. Oké, és na, tehát ez az etikai kódex, ez tényleg egy nagyon érdekes
dolog, hogy hogyan lehet implementálni itt az e-sportolókra. Nagyon nehéz most még tényleg szó szerint venni ezeket a dolgokat. Ugye sok játékban azért ez a report rendszer, hát inkább azt mondanám, hogy létezik. Hogy mennyire működik, hát azt nem tudom. Főleg, hogyha ilyen trollkodásról, flémelésről vagy ilyesmiről van szó. Nyilván a csalás az más, az legtöbbször ilyen automata rendszerekkel működik, de azért ott is lehet riportolni játékosokat ilyen csalásra, és néha azért, hát még így streamereknél is látni olyanokat, hogy az ember haja égnek el, hogy mit egy PUBG-ba kap egy fejest, és akkor megy a report. Jó, hát mindegy, nem is érdekes ez. Van, nem egyszerű megoldani, mert tényleg az ilyen csalásokat nem egyszerű megoldani, de azért ezekre van már szoftver. Jó, na, és akkor ugye az etikai kódexen túl is lendületünk szerintem, mert úgy nagyjából ennyi lett volna. Oké, és na mi van itt? Jó. Igen, ez nem olyan érdekes. Nyilván ilyen sérülés, betegségről értesíteni kell a DEAC-ot, de nyilván ez akkor, hogyha a megbízás eredményességét veszélyeztetni vagy gátolná. Tehát az, hogy most a játékos náthás lett, hát az nem feltétlenül érdekes. Nyilván, ha valami olyan van, hogy verseny előtt mondjuk lebetegszik, vagy ilyesmi, de ezekről szóltunk is, mert tehát ezek voltak is, volt olyan tényleg, hogy ment volna a verseny, és akkor mit tudom én, beteg lett az egyik játékos, nem tudott jönni. Hát ez sajnos benne van. Volt cseréje, vagy nem. Oké, és jó. Másik érdekes dolog, ez hát reméljük, hogy lassan aktuális lesz, hogy ugye a vállalt feladatok során a játékos jogosult használni a megbízó által rendelkezésre bocsájtott sportszereket, sporteszközöket, egyéb tárgyi eszközöket. Ugye ez itt nyilván dépara, türelem, el fog jönni az is. Jó, tehát itt ugye nyilván ez esetünkben azért még itt nyilván rugalmasan kezeltük is ezt is. Nem volt mit rendelkezésre bocsájtani, ugye nem voltak semmilyen sporteszköz, tárgyi eszköz, semmi, tehát nem voltak gépei meg semmi ilyesmi. Ugye érdekes dolog lenne ez, most mire gondolok, tényleg, hogyha már mondjuk profi szinten lennénk, akkor jön egy játékos, adunk neki egy PC-t, úgy, ahogy van felszerelve mindennel. Tehát egy gamer PC-t, billentyű, egér, amilyet kér, azokat adnánk neki. Hát nyilván ez még most nem aktuális, meg majd később, hogyha mondjuk megnyit a terem esetleg, akkor talán ez érdekes lehet, hogy az ottani sportszereket, sporteszközöket, értsd az ottani PC-ket használhatná. Hát nyilván ezen a szinten még most azért nincs, de hát azért nagyon-nagyon kevés csapat van világszinten is azon a szinten, hogy most jön egy játékos, aztán odadom neki egy 1 milliós PC-t. Azért ezzel óvatosan kell bánni, de nyilván ezt rugalmasan kezeltük, tehát hozzátettük azt, hogy nem adunk semmit, ezért cserében nem is várunk el igazából semmit, tehát nem várjuk el azt, hogy most heti 2 edzés, meg heti 10 meccs, meg heti mit tudom én micsoda, hanem nyilván azért ezt így rugalmasan kezeltük. Jó, de a jövőben hát ilyet simán szerintem el lehet képzelni akár, hogy valami ilyesmi lesz, de hát ki tudja, mit hoz a jövő. Jó, hát nyilván az, hogy ami oda kerül tárgyi eszközök, az teljes körű felelősség, ezt mondani se kell. Akkor van itt ilyen felmondási lehetőség, erről majd beszélünk egy kicsit később. Hát Gamer Bandi, nyilván itt azért nem úgy lenne, hogy jön egy játékos és automatikusan kap PC-t, hanem nyilván, ha olyan szinten van, meg nyilván ez nem az amatőr, tehát ez már profi szint. Jó? Tehát ez amatőr sportolói szerződésnél azért ez nem biztos, hogy így értelmezve van, meg azért a profik már gamer, tehát valahol játszanak, tehát nem otthon. Mondjuk az, hogy hazavihet egy PC-t, hogy otthon is készüljön, hát mondjuk mostanában pont jó lenne, de ugye nyilván azért alapértelmezett
esetben mi ezt úgy képzeltük annó, hogy van egy hely, ahova bejár dolgozni. És ez egy, mondjuk egy edzőterem, ami majd hát vagy valamikor elkészül, de erről igazából nincs infóm. Szóval mi ilyesmire gondoltunk, tehát amatőr játékos nem az van, hogy jön, és akkor hát akkor tessék itt egy PC, azért az kicsit meredek lenne. Jó. Na és akkor itt van ez a felmondás, erről később beszélünk. Megbízó kötelezettségét csak tényleg nagyon gyorsan, mert már azért erőteljesen telik az idő. Ugye nyilván ugye a megbízott biztosít e-sport kapcsán ugye szakembereket, jó, képviseli a játékos érdekeit a mobelőt, meg a sportfőtőség, oké, ezek nem olyan érdekesek, ugye itt van az orvosi vizsgálat, hogyha kell, akkor szervez, de ez most nem biztos, hogy olyan, erről beszéltünk. Etikai kódexek betartatása, erről már mindjárt beszélünk, mert itt van azért egy fontos pont. Biztosítással rendelkezik, tehát ha valami van, akkor itt a Dealcon keresztül ez igénybe vehető volt, talán. De ebből erre pontosan nem emlékszem már, hogy volt. Oké, és... Jó, ez nem olyan érdekes. Nagyon fontos juttatások. Ugye amatőr sportolói szerződés, a játékos díjazásban nem részesül ennek keretében. Jó? Tehát ez nagyon fontos. Amatőrnek ez egy ilyen jellegzetessége. Jó. Jogviszony tartalma szeptember 1-től augusztus 31-ig. Hogy miért ez? Hát, mert ez úgy igazodik a tanévhez. Na most alapvetően mi ezt úgy gondoltuk az induláskor, hogy hát nem szerencsés ez a szeptember 1 augusztus 31, mert a szezon nem így van mondjuk, és a legtöbb játéknál nem így van a szezon. Tehát talán LOL-nál a VB az ilyen szeptember-október környékén van, sőt még később, október-november, ha jól tudom. Tehát nagyon szerencsétlenül jön ki ez a szezonok kapcsán. Viszont egyelőre LOL VB-re még nem aspiráltunk akkoriba. Úgyhogy ugye itt az lett volna a koncepció, hogy ugye a tanévhez igazítsuk a dolgot, mert legfőképp egyetemi hallgatókra építettük a szakosztályt, tehát úgy gondoltuk, hogy a legtöbb játékosunk egyetemi hallgató lesz. És ez úgy nagyjából igaz is volt, hát nem is tudom milyen számok jöttek, talán így a háromnegyede volt kezdetbe egyetemi hallgató, aminek a negyede ráadása az infokarról érkezett, de pontos számokat most engedjétek meg, hogy ne mondjak, le van ez írva valahova, majd előkerítem, és hogy úgy lenne szerencsés, hogy rögtön az első évesek ide jönnek, és akkor már mondjuk is nekik, hogy van ez a lehetőség, aki szeretne, érdeklődik, az jöjjön, és akkor csatlakozhat. Tehát ezért ez a dátum. De egyébként a játékok szempontjából sehogy se adja ki. Tehát nem is tudom, hogy van-e olyan játék, amiben a szezon így passzolna ehhez. Hát szerintem nem nagyon. Jó, hát ugye a LoL-ba az fixen januártól mondjuk ilyen novemberig tart. Hát a többi játék is így össze-vissza talán. Már ahol van persze értelmezve ilyen szezon. Jó. Na, és akkor itt van pár ilyen dolog, hogyan lehet felmondani a szerződést. Most ebbe tényleg részleteiben nem akarnék belemenni, ugye ilyen megbízói rendes felmondás, meg ilyesmi. A lényeg, hogy van lehetőség arra, hogy ezt a szerződést fölmondjuk. Volt is rá példa egyébként, hogy a szezon közepén mondta fel egy játékosunk a szerződést, mert átment másik egyesülethez, ahol ugyancsak sikereket ért el, de itt ebbe most nem akarnék már belemenni. Jó, van lehetőség. Jó, nyilván van azonnali hatályú felmondás is akkor, hogyha ilyen súlyos szerződésszegés, vagy ismételt szerződésszegés van, akkor van lehetőség azonnali hatályú is felmondani. Hát, ilyenre szerintem nem volt példa. Nem emlékszem rá. Jó, menjünk tovább. Ugye itt van átigazolási lehetőség is, tehát ugye nyilván itt ez úgy van megfogalmazva, hogy,
hogy mindkét fél hozzájárulása kell, ugye az amatőr sportolói szerződés jellegéből adódóan. Tehát nyilván kell a játékos meg az egyesület hozzájárulása is. Ugye a... Igen, nyilván profinál ez kicsit más, hogy van, ugye a... És itt költségtérítés fizetéshez kötheti. Hát erre se volt példa. Tehát ugye ez az átigazolási ár, vagy érték? Nem is tudom, hogy hogyan nevezik ezt. Ugye hogy minden játékosnak van egy érték, hát profiknál aztán még szerződésbe is foglalják. Hát nálunk ilyen nem volt, hogy kivásároltak egy játékost. Ez az kivásárlási ár. Jó. Pár ilyen dolog, ugye nagyon fontos, hogy amit elhangzik, nem most itt órán, hanem úgy egyébként azt üzleti titokként kell megőrizni. Ugye most gondoljatok bele, hogy ugye nyilván ilyen, hogy ilyen edzések, meg edzési anyagok, meg ez az amaz, nyilván ez a Deacnak üzleti titka, akár a profi szakosztályoknál is, ugye kosárlabdánál, meg ilyesmi, hát azért ilyen taktikákat, meg ilyeneket, hát nyilván ne szirárogtasson a játékos. Ez nálunk is így van, üzleti titokként kell kezelni, kész. Jó. Még egy dolog, ami... Így van, még egy dolog, ami fontos, ugye ez a hallgatólagos jogfeloldás. Kis türelmet kérek. Hallgatólagos jogfeloldás, ugye itt annyi annak a lényege, hogyha a játékos szerződés szeg. És ezt a szerződést, tehát vagy a szerződés, vagy az etikai kódexet. És úgy szegi meg a szerződést, hogy a Deac nem tud róla, az ugye nem mentesít. Tehát ugye nincsen, hogy tehát a hallgatás beleegyezés nem működik itt. Jó? Tehát ugye volt olyan sokszor, hogy mit frémelt a játékos, vagy ilyesmi, és nem tudtunk róla. Az nem azt jelenti, hogy csinálhatja. Jó? Tehát valami ilyesmire kell itt gondolni a hallgatólagos jogfeladás tilalmába, hogy ha valamit nem szabad, akkor az nem szabad, függetlenül attól, hogy szólunk-e vagy nem. Oké is. Jó, rendben van, nem tekintik munkaviszonynak, és úgy nagyjából ennyi lenne. Így hirtelen ez az amatőr szerződés. 18 éven aluljaknak nyilván törvényes képviselő aláírása is kell, de ez nyilván egyértelmű, mert ők szerződést amúgy se írhatnak ilyen értelembe alá. Jó. Kérdés van ezzel kapcsolatban? Warzone nem ma lesz D-para. Warzone majd vagy jövő héten, vagy két hét múlva. Úgy lenne, hogy ha van igény cségózni, akkor azt jövő héten nyomjuk. De várjál, mert valamikor lesz húsvét hétfő. Mikor lesz húsvét hétfő? Most van 30, ugye? Igen. Két hét múlva lesz húsvét hétfő, akkor nem lesz óra. Jó? Tehát két hét múlva nem lesz óra. Úgyhogy jövő héten vagy Cségó, vagy Warzone. Warzone meg akkor... Hát... Tehát vagy jövő héten, vagy 3 hét múlva. Jó? D-para már most stoppol egy helyet. Jó, rendben van. Na, szerződéssel kapcsolatban van-e kérdés? Még várok egy percet. Hogy ennyire tetszett a NIR? Hát nekem tetszett. Vannak benne furcsa dolgok, de nekem nagyon tetszett. Egyébként több hátterem is van, nem csak ez az egy. Csak meg elvileg be van állítva, hogy váltogassa is, csak hát Windows. Beállítasz valamit, hát vagy működik, vagy nem. Jó, akkor a szerződések kapcsolatban nincs kérdés, akkor gondolom. Windows-on örülj, ha van háttér. Jó. Na, akkor én bepörgetem ezt a Siege-et, reméljük működni fog. Hol vagyunk?
Tegnap még működött, de hát ez még mindig Windows. Szóval bármi lehet. Jó, ha hangos esetleg a játék, akkor szóljatok. És akkor halkítok rajta. Meg ugye a DC-re is beugrok. Jó, akkor beugrok ebbe a csatornába. Hello. Hello, hallotok? Hello. Hallunk, persze. Hello, igen. Hello. Jó, 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 szuper, szuper. Mondom a chatnek, hogyha nagyon hangos vagy a játék, vagy a Discord, vagy valami, akkor szóljatok nyugodtan. Szerintem Márkot vedd le egy kicsit a hangját. Lehet hangos vagyok amúgy. Okés. Krist, ilyen game nevet tudsz mondani? Aha. Na várjatok már. Valami nem jó. Ah, ez a Windows. Vagy csak a menüt lokkolta be 60-ra? Az igen, lehet. A menüt lokkolva. Jó, 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 jó. Jó, oké is. Na, akkor elvileg benne vagyok a gamebe, ugye? Aha. Így van. Na. Már csak Kristófot várnánk, csak nem ad nevet. És akkor ez 3v3 house? Öten vagyunk. Rendes 5v5, gondolom. Ja, 5. Lehet az úgy. Miért a ranked? Mondjuk nem vagyunk. Hát, nekem a ranked az nem ennyien, szerintem nem akarom elrontani a rankotokat. Tök mindegy, meg kis a pont. Mindegy, előző szezonban Capri úgyis lerombolt az enyémet. Na most, srácok, akkor melyik gamebe menjek be, vagy? Mert itt már látom, hogy van. Van hát meghívás. Kristófot be kéne hívni. Be tudod hívni? Hát most Kristóf hívott be egy játékba. Na várjál. Többen vagyunk. Na, most behívtam, elvileg. Aha. Akkor sima casual menjen? Hát valami sima, persze, persze. Uram, mondom, nem akarnám rontani a rankotokat semmiképpen se. Jó, ott a quick match, nem? Hát ott nem lehet bannolni. Jó, most tényleg csak így annyi, hogy megmutassuk, hogy hogyan is néz ki a dolog. Jó. Mondta a legjobb pálya. És ott back. Fent kezdünk partiba. Jaj, vérekezünk akkor. Kapkám. Én mit hozzak? Mindegy. Hát, most ha Caprioli itt lenne, mindjárt mondaná a tacsankát. Hát tacsankán kívül bármit. Hát akkor jó, ilyen valakit. Valaki jóhoz. Jó. Aha, ez jó lesz. Oké is. Ott is már... Jött már csetbe a tacsanka. Mondjuk mindegy, mert... Mármint nekem. Nektek lehet, hogy nem. Nem kapcsoltam ki az olcsetet. Na mindegy, reméljük, hát, hogy... Hát, mindegy. Majd kikapcsolom menet közben, hogyha olyan van. De már alapból nincs is. Nincs. Amúgy Renátó csak nekem szaggat a streamed. Látom, hogy van egy kis szaggatás. Az FPS az megvan, akkor lehet a bitrate. Hát szerintem a...
Lehet csak a betöltés alatt. Majd meglátjuk, hogy a játék milyen. Azért is mondom, hogy először kipróbáljuk, hogy milyen a játék. Valószínű fog szaggatni egyébként. Ja, szaggat is jó. Hát majd ezen dolgozok, mert... Valamit nem bír a gép. Na, mit kell csinálni? De dobálj a kamerát, mi? Aha. Szerintem egy mehet valóban oda. Még szerintem mi lehet majd való ide is. Például. Hova, merre vagy? Ja, ide? Adott, igen. Ide, Kármény. Ide túloldalán. Lehet egy bőme. Hátsó blogon Zofia is kaptam. Kapitájó szájton. Na, hol az utolsó? Itt hallottam közel, felém. Para, előtted, előtted. Lent van a garázsba. Google vagy menj, szerintem. Kristóf felé van. Ha minden igaz. Ja, felment második szintre. Elvileg igen. Bejössz site-ra. Ez a hologram volt. Balra mondj. Ja, lehet, hogy csak a hologram. Ja. Jó kis Jana. Hoppá! Szép volt. Hoppá. Magyarokkal nem vagyunk. É, igen. Vagyis egy biztos, igen. Kettő biztos. Hát igen. Rettenetesen szaggott a stream. De majd dolgozok rajta, szerintem a izé miatt, hogy a GPU-t használja. Jó. Na, támadásba mit vigyek? Még most ja, még védünk. Mindig védünk, jó. Mindig védünk. Jó, védünk. Jó, jó. Hát... Oh.
Srácok, szerintem az a gond tényleg a streamben, hogy a GPU-nk kódolja a videót. De majd megnézem. Hát a GPU kódolása csak annyiban más, hogy rosszabb lesz a képminőség. Hát jó, de a játék is fut. Nem? Vagy ez nem gond? Hát a játékhoz nincs köze. Az max laggolhat tőle. A nekem úgy szokott lenni, hogy CPU-t használok kódolóhoz. Aha, húzom. Door barricaded. Valahol dobtak egy gránátot. One op four remaining. Csak a fejes. Csak a fejes. Az én blokk. Semmi ilyesmi. Én profi R6-os. Figyelj csak, én rohangálok össze-vissza. Hát, a játékban azt kell csinálni. Hát, mondjuk igen. Bár az inkább az ilyen BR játékok, az ilyen War Simulator. Hát, vagy a Running Simulator. Running Simulatorja. Utálok ezen a mapon támadni. Fent kezdtük. Valaki. Mindig kavérára figyeljetek, hogyha rómol. Valakit lábbal nevettem. Ja, hallottam. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Valakinek átadjam a defuse. Hát, ne nekem szerintem. Fent vannak, nálatok, Renato. Gyere le, Lencs, tudsz törni egyet. Ja, hogy dékolj.
leszette a shieldem. Egy itt van, tegen. Ó, oh, jaj, itt a kavi. Interrogét. Hát tud ezt végtelen a kavi. Echo garázs. Jelölöm. Reloading. Jaj, bocs. Nem gond. Ott van az utolsó benne. Majdnem meglett az acél. Zsír, zsír, zsír. Na hát, ennyi tulajdonképpen. Na srácok, mi legyen, menjünk még egyet, vagy legyen már ennyi elég? Még egy belefér. Hát ez gyors volt. Uh-huh. Mert az óránket. Jó, jó, jó. Menjen akkor még egy. Hát bocsi, a stream most ilyen. Ígérem, hogy jövő hétre megjavítom. Nem tudom, a rögzítés jó volt, ezért furcsa egyébként. Indítjátok vagy? Ja, jó, köszi. Tehát, ugye, próbáld úgy beállítani, hogy beállítod a kódolót X264-re? A CPU készletét meg olyan faszt körülre. Nekem várom, hogy... Hát ez is jó pálya. Hát megnézem majd, most nem akarom kattingatni így menet közben. Ez az. Pillanat. Itt egy crash report. Nem jó. Á, elindul ez hamar. Igaz, múlán kedet elindítottál. Nem. Kösz. Akkor 4-5-be játsszuk, ne? Hát bedobod a másikat. Istike úgy gondolta, hogy nem játszik többet velünk. Igen, 144-es a monitor. Nem mintha nekem ez segítene, de... Ez a második volt, nem? Hát jó. Hát sokat tegeltem, tudod. Bár ott most már csak 1-6 pontot, ha jól tudom. Persze. Ó, Crashbe bekerült egy folyó. Ja, lehet az a baj? Mert nagyobb kéne? 240-es vagy... Most mi a 320 Hz-es jött ki ugye az Nvidia-nak, azt hiszem, 320 Hz. Jézus. Jaja. Komoly. Meg is néztük volna, hogyha megyünk most, mert múlt héten mentünk volna San Jose-ba, csak ugye a Shitstorm miatt nem tudtunk menni. Aztán meg is néztük volna azt a monitort. Mondjuk nem tudom, mivel játszanak 320 FPS-sel, de... Régebben volt. Volt egy ilyen is, hogy valami 500-valahány Hz-es, csak rohadtul le volt scale-ezve. Tehát csak ilyen 480p-be lehetett volna játszani. De azt legalább 500 Hz-en. Hát igen, igen, azt már azért meg tudja hajtani. Meg hát ugye sokan ezzel is alacsony felbontáson játszanak. Amiket így szoktam nézni, ráadásul ilyen nem is 16-9-be. Talán nagyobb a felület.
Nem is tudom. Ja, én azokat nem tudom megérteni amúgy. Én azért vettem erős gépet, hogy szép grafikán játszak most. Nem mindig. Herefordon leszünk. Aha. 4v5-ben. Fogalmam sincs, hogy ott mi hol van. Mindegy, csak lőj, aztán majd belefutnak. Jó, jó, jó. Akkor tényleg akkor csak tacsonka kellett volna. Hova tegyek kamerát itt? Segítsetek. Ide az én oldalamra. Ide jöhet például egy... Vagy ide. Megint egy fal. Ja tényleg amúgy Renato, az OBS-nél monitor felvételt használsz? Vagy játék felvétel? Monitor. Akkor azért lagol. Majd ide se járt egy kamera. Ha hozzáadod játékként, akkor jó lesz. Ah, oké. Okay. Jó, kösz a tippet, mert egyébként mindig ezt a desktop felvételt használom. Nem meg talán ide valahova a sarokba. Még egy csapdát rakjuk valahol. Én meg most gondolkodok, hogy egy darab falat be nem húztam az előző meccsen se. Bambulok. Itt jönnek, BB. Ash halt. Oh. Pont elnéztem. A fürdőszobában van kettő. Jó, az egyik nokkos a fürdőszobában. Secure the bombs. Be advised, a bomb location has been compromised. Down to 10 seconds. Set. 5 seconds and counting. Bomb located by Op 4. Razor wire is up.
ott vannak az ablak. Ez a BB. Majdnem. Kis pajzsos. Op 4 has placed a diffuser near a bomb. Destroy it. Jobbra van. A fake info. All friendlies have been neutralized. Hát már mint a jobb szobába a lépcsőről. Need to use your drone to locate a bomb. Aha, fent vannak. De van izé itt. Nem elém. Nem legfelül. Ha mi voltunk elsőnek. 10 seconds to go. Be advised your drone has located a bomb. 5 seconds to insertion. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. New mag. Oh.
Ott van. Drone to locate a bomb. Szerintem fent van. Your drone has found a bomb. Insertion in 10 seconds. Insertion in 5 seconds. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Vigyázz, ott van egy. Segen. Szép. Vigyázz, granátom. Az ablaknál. Ó, basszus. Kifutott. Már nem. Megpróbáld megmenteni. Gyere lejjebb. Megpróbáld meg. Az ablak alatt frost csapda. Front row. Kristóf, front row van. A hordalóban. Meghalt. Egy banán. Ez fix. Hátul. Nem csak egy van. Itt van, itt van. Utolsó hán. Rendelem. Diffuser is
is active, protected at all costs. Szép, szép. Op 4 neutralized. Mission successful. Come back van. 4v5. De nem négyen vannak ők is, mint a négyet láttam volna. Most léptek ki. Most léptek. Olyat lőttem az egyikre, hogy kilépett. Kilőtted a játékból. Az biztos. Hát elkezdett engem tunkolni, nem találtál, én ráfordultam, aztán... többi az magától értetődik. Bétnek jó volt vele amúgy ott a lépcsőn. Hát, másnak nem. Thatcher. Nem kell az ide. Need to use your drone to locate a bomb. Na, Better Eye dolgozik, úgy látom. Your drone has located a bomb. Your drone has found a bomb. Ten seconds before insertion. Five seconds. A Walkerre vigyázzatok, fent a tegen. Ja, én vagyok egyedül itt. Próbálom elvenni. Itt van előtt. Igen. Meghalt, ha a kapkán volt az. Basszus, itt van a folyosón lent. Lent. Activating drone. Földszín, nem, emelhetem. Ide bent van. Renát, tőlsz tudod nézni ezt a kamerát? És drónt. Á, basszus. Hoppá. Hát, szoros meccs volt. Na hát, köszi srácok. Köszi. Aztán nyomjuk ezt még, csak most már vége az órának, meg majd megjavítom a streamet is, hogy jó legyen. Mert ez így nem az igazi. De mindenképpen köszi, hogy jöttetek. Jó, meg majd nyomjuk még, megnézzük majd, hogy mire van igény. Hát akkor Warzone az biztos lesz.
Cségót meg majd megbeszéljük, hogy akkor van, hogy vagyunk-e annyian, vagy leszünk-e annyian. Jó. Na, akkor tőletek elköszönök, és akkor még bezárom az órát, jó? Rendben. Na, köszi, hello. Sziasztok! Hello, hello! Sziasztok! Na, ezt is becsukom. Na, és akkor köszönöm nektek is, hogy jöttetek. Hát bocsi, hogy ilyen volt a stream. Lesz ez még jobb is, biztos vagyok benne. Most ez így sikerült, majd beállítom, hogy jó legyen, és akkor fogunk még játszani, az biztos, mert hát e-sport óra van, mit csináljunk. Most hirtelen még nem tudom, hogy jövő héten mi lesz a téma, ha más nem a profi szerződés, biztosan megnézzük. Tehát a profi szerződést tuti megnézzük, a többit meg majd még kitalálom, hogy mi legyen, hogy legyen. Jó? Na, hát akkor most kérdésekre már nem nagyon van idő, mert tényleg vége az órának, úgyhogy most tényleg csak így bezárnám a dolgot. Akkor még egyszer köszönöm, hogy jöttetek, és akkor jövő héten folytatjuk. Na, hello!